Megkezdték a munkát a gyümölcsösökben is, elsőként a metszést kell elvégezni, majd ezt követi a permetezés. A szakemberek szerint az egyik legfontosabb tevékenység a beteg ágak eltávolítása, majd a 45 fokos metszés. Fontos tudni, hogy a gyümölcsfának a termése az egyéves részén van. A metszésnél, hogy mindig egyéves rész, az egyéves részen van a termés. Tehát az egyéves részeket kell törekedni arra, hogy még hagyjuk. 45 fokos szögbe, a hagyományos almafáknál 45 fokos szögbe törekszünk, az azt jelenti, hogy lefelé menő ágakat, ami nem. A másik dolog, ami nagyon fontos, ahol nagyon sokat hibáznak az emberek, hogy derékon elvágják az ágat. Nem szabad derékon elvágni az ágat, mindig egyéves részre kell hagyni, tehát egyévesre fejeződjön be mindig, az utolsó metszési elem az mindig egyéves legyen. Ez a legfontosabb része. Ugyanez vonatkozik szilvára, ugyanez vonatkozik kajszira, tehát derékon nem vágunk el semmit, mindig valamire kell visszametszeni. Ha magas az águnk, látom, hogy van egyéves a hajtásom, arra az egyéves ágra, az egyéves hajtásra veszem vissza, és akkor nem fog elmagosodni, nem fog 100 ágat hajtani, mert ha visszavágjuk derékon, a 100 ágat fog hajtani. Tehát ez a fontos, amit az emberek ebbe hibáznak legtöbbet, hogy ahon gondolom, visszavágom. Bármilyen metszés, jobb a semmilyen tű. Tehát minden fát, mindenféle gyümölcsfát metszeni kell. Ez lehet tavasszal, lehet az ődmetszéseket itt a kajszinál már nagyon sokan csinálják, de a szilvánál, megynél, cseresznyénél is meg lehet augusztusban vagy szeptember elején meg lehet csinálni az ődmetszéseket. A metszéseket ősszel és tavasszal is el lehet végezni. A Magyar Kanizsai Tangazdaságban a napokban az almafák metszését és permetezését is elkezdték. Kék olajjal permetezzük, ez inszekticid, akaricid és fungicid is, ezt atomizőrrel végezzük, és tehát ez egy lemosó permetezés lesz, tehát 1000 liter víz hektárjára, és 3%-os koncentrációban fogjuk tehát a vízhez adagolni. De egy időben zajlik a fák metszése is, igaz? Igen. Ezt a bemutató gyümölcsösben, tehát itt a diákok is metszettek már, meg a kinti régi gyümölcsösben, a munkatársunk végzi tehát a legtöbb fának a metszését, mivel a gyakorlaton csak heti 2 óra van, és tehát nem férne bele, ezért tehát próbáljuk a kellemest, a hasznosat a diákoknak megtanítani, de viszont ez idő alatt tehát időben be is tudjuk fejezni. Mely gyümölcsfák vannak itt jelen az almából? Az almából itt micsgála, ez a legkorábbi, aranydelicsesz és brebbön. Összesen tehát 1320 fa van ebben a gyümölcsösben elültetve, két sor micsgála, ez a legkorábbi, ez szeptemberben már tudjuk szedni, utána az aranydelicsesz, és legutoljára szedjük a brebbön, tehát így a kuncsavt körünket is, tehát a Kanizsa lakosait is ki tudjuk szolgálni. A tavalyi szüret az milyen volt, és hát most így a tél végén mit lát az idei évre? Tavalyi szüretünk, tehát alma, nagyon jó termet, tehát Európa szerte. Az idei év is, tehát jónak mutatkozik. Vannak nehézségek, tehát már egy magyarországi hírportálon hallgatom, hogy a mankozeb vegyszert betiltották az Európai Unióban, és tehát ezt mi 4-5-ször is használtuk permetezésnél, tehát ezt helyett majd más kell találnunk, és a sárga barackosban sem nincsen még baj, tehát reméljük, hogy tehát nem jönnek azok a fagyok, amik tavaly március végén, 21-én kaptunk mínuszt, 6-ot, meg mínusz 28-án, március 28-án tavaly mínusz 7,8-at, és akkor az elvitte az összes barackunkat, és barackból van, tehát legtöbb fánk, tehát abból szeretnénk legtöbbet termelni, de hát terben van egy fagymentesítő öntöző rendszernek a beszerelése, beszerzése, tehát ez még folyamatban van, és reméljük, hogyha a lehetőségeink engedik, akkor tehát ezt szeretnénk megvásárolni és beszerelni. Most érzés szerint és a napsütésből is kifolyólag érezni, hogy mintha korábban jönne egy kicsit a tavasz.
Most hogy áll a vegetáció? Lereagálta ezt a hirtelen felmelegedést, vagy még kivár? Tehát ahogy nézegettük, még kevés meleg nap múlt el a hidegektől, tehát még nyugalomban van, de reméljük, hogy tehát a hidegek, ha már megindul, nem fogja károsítani. A szőlő meccésével még nem indulunk, pont ez miatt, tehát hogy a fagyok később nehogy károsíthatják. Nem is olyan sok szőlőnk van, és kivárunk arra az alkalomra, hogy amikor már biztonsággal, tehát meg tudjuk mecceni, hogy nem károsítja a fagy. És aki most még ültetni szeretne, annak mennyire ajánlott, hogy gyümölcsfát ültessen? Hát ilyenkor is lehet ültetni gyümölcsfát, tehát legjobb ültetni ősszel. De ha valami oknál fogva, tehát például ha fönnáll vadkár, akkor nem ültetik el ősszel, vagy pedig ha félnek a lopóktól, akkor se ültetik ősszel. Tavasszal is lehet, tehát mi praktizáljuk, hogy az őszi ültetést, de tavasszal is lehet. Rigolekével nem szoktunk szántani, mink kijelöljük a sorokat hossz és kereszt irányban. Altalaj lazítóval 70-80 cm mélyen meglazítjuk. A meccés pontokban kifúrjuk a furatot. A furatba teszünk egy 10 liternyi komposztot, inszekticidet granulátum formájában, földet húzunk rá, elültetjük a fát, és utána tehát egy tányért hagyunk, amit hetente meg kell öntözni, tehát pont azért, hogy a gyökeresedés jól végbe menjen, természetesen a gyökeret is és a korona részét is a kisfának vissza kell vágni, tehát hogy megfelelő legyen az eredése. Tangazdaság az utolsó hónapban kapott két új gépet, egy traktorra szerelhető villásrakodógépet és egy hígtrágya szóró gépet. Tehát a vajdaságban, tehát a legjobban felszerelt mezőgazdasági iskolákhoz tartozunk, és igen magas szinten műveljük a szakmát, tehát várjuk a Magyar Kanizsáról és a környék községeiből, tehát a diákokat, tehát hogy ezt a tudást, ezt a munkaszokást, ezt a szorgalmat át tudjuk adni nekik. Természetesen a megfelelő meccés és permetezés mellett nagyon fontos az időjárás is. A szakemberek abban bíznak, hogy az elkövetkező időszakban már nem kell komolyabb fagyokkal számolni.